Speciális védőruhában gyógyították a koronavírus fertőzésben szenvedőket hónapokon át a megyei kórházakban. Olyan sok beteg volt, hogy a fehérgyarmati kórházat COVID-kórházzá kellett átalakítani. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatója azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy már ők is érzékelik a harmadik hullám végét. A harmadik hullám csúcsán, ami március második felében volt, 626 beteget ápoltunk a kórházi osztályainkon, ez Nyíregyházán és Fehérgyarmaton összesen, és jelenleg összesen 43 beteget kezelünk a kórházban, a betegek nagy része általános osztályon van, és most eltolódott az arány a pozitívak irányából, a gyanús betegek irányába. Tehát még mindig az éberségünket fenn kell tartanunk, gondolnunk kell a vírusra, hogyha jellemző tünetekkel jelentkezik egy beteg, akkor addig, amíg nem győződünk meg arról, hogy nem pozitív, addig gyanúsként elkülönítve kezeljük. A harmadik hullám végével megkezdték az átállást a korábban megszokott rendre. A főigazgató azt mondta, ez körülbelül ugyanannyi időt vesz majd igénybe, mint a járványügyi átszervezés, de egyre több tervezhető műtétet is el tudnak végezni. Most első körben az egynapos műtéti tevékenységre van lehetőségünk, ugye a legnagyobb számban a szemészeti műtétek azok, amelyek egynapos kategóriába tartoznak, de vannak nőgyógyászati, ortopédiai, sebészeti, traumatológiai műtét típusok is, amelyeket egynaposként lehet végezni, de ma már valamennyi tervezhető műtétre van lehetőségünk, akár az ortopédiai csípő műtétekre is. Természetesen várakozni kell, hiszen a betegek feltorlódtak a járvány időszakban, ezeket a műtéteket nem végeztük, és így most azok a betegek, akik sorban állnak, és gyakorlatilag várólistán vannak, ki kell, hogy várják azt az időpontot, amikor lehetőségünk van a műtétekre, de azon vagyunk, és azon dolgozunk, hogy a nyáron folyamatosan, még a csökkentett kapacitások mellett is, de ezeket a műtéteket folyamatosan tudjuk végezni. Ezzel párhuzamosan folytatják az oltási tevékenységet is az egészségügyi intézményekben. A főigazgató úgy fogalmazott, annyi oltópontot fognak működtetni, amennyire szükség van. A tömeges oltások idején 55 oltópontot kellett üzemeltetnünk. A normál időszakban körülbelül 30 volt az, ami a kórházi oltópontot jelentette. Ez valamennyi telephelyünkön, ahol fekvőbetegellátást végzünk, illetve a nyírbátori járóbeteg szakrendelőre vonatkozik. A készenléti ellátást én úgy definiálnám, hogy annyi oltópontot működtetünk, amennyi jelentkező van, és hogyha szükséges, akkor nyitunk újabb időpontokat és újabb oltópontokat. Tehát valamennyi telephelyünkön jelenleg még elérhető a Pfizer, a Sinopharm, illetve a Sputnik vakcina is, és ahogyan majd az igények csökkennek, úgy fogjuk bezárni és úgy fogjuk csökkenteni az oltópontok számát. A főigazgató azt mondta, a kórház honlapján megtalálható, hogy milyen telefonszámon és e-mail címen kérhetnek tanácsot az oltásokkal kapcsolatban.